Jó estét kívánok! Önök a TV-ajka híradóját látják január 6-án, hétfőn. Nézzük legfontosabb híreinket néhány mondatban. Laura az első ajkai újszülött baba. Magasrangú elismerést kapott Áment Márton, a Gyepesi Örökségünk Egyesület elnöke. Minősítés a Hétszínvirág óvodának. Az első újévi baba január 1-én született meg az Ajkai Kórházban. Laura 15 óra 25 perckor érkezett meg szüleihez és testvéréhez. Azt kell, mondom, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon nagy szerencsém volt a kislányommal, a Laurával megbeszéltük egy-két dolgot, hogy mire figyeljünk arra, hogy a négy éves fiamat ünnepek alatt ne hagyjuk otthon. A másik az, hogy gyorsak és ügyesek legyünk. A harmadik az, hogy ne éjszaka szüljünk, hogy hát, üd üdék legyünk, úgymond a szülésre. A halimbai kismama január 1 volt kiírva, de reggel még nyoma sem volt a szülésnek, ami a délutáni órákban indult meg. Az anyuka, Lukács Zsanett híradónknak elmondta, Könnyű világra jövetele volt Laurának, és mindenkinek ilyet kíván. A gyorsaságon a kórház újszülött osztályának dolgozói és dr. Nagy Zoltán szülész orvos is meglepődött. Dr. Nagy Zoltán volt az orvos, az ügyeletes orvos, a szülésznők is le a Mint minden újszülött, így Laura is hamar elvarázsolt a szüleit, csak jót tudnak mondani róla. Nagyon szép, ö, eszik, alszik, nagyon-nagyon nagyon ügyesen ö, szopik, egyből ö, tudta, hogy neki mi a feladata. Ön is gyakorló anyuka, hiszen, mint említette, van egy kisfia, ő hogyan várja a kis testvért haza? Ö, még egyelőre várja? a pocaklakó, még ő úgy nevező, hogy pocaklakó. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesz, ha hazaérünk. Nagyon anyás, egy szobába lesznek. Hát mondta, hogy segít mindenbe, a pelenkázásba, az etetésben majd. Hát nem tudom, majd meglátjuk. Remélem, hogy zökkenőmentes lesz. Az apuka Tűzhányó Gábor is várja haza Halimbára az Ajkán, 3200 grammal és 55 centivel született Laurát. A család számára ezzel a kisbabával is boldogan kezdődött az új év. Nekünk valóban, ahogy január én született, tehát a boldog új év az, az nálunk minden formában ez így igaz, és a 14-es szám az az én szerencse számom, úgyhogy hát ez is meg lett vele beszélve, hogy, hogy január 1-én vagy utána bármikor jöhet már, és ez is, ez is így lett. Áment Márton, a Gyepesi Örökségünk Egyesület elnöke magasrangú honismereti elismerésben részesült a közelmúltban. A Veszprém megyei honismereti szövetség közgyűlésén kapta kézhez Áment Márton azt az elismerő oklevelet, melyet sok éves értékes kutató munkájával érdemelt ki. A Gyepesi Örökségünk Egyesület elnöke 2005 óta foglalkozik helytörténettel. 2007-től lett a Gyepesi Örökségünk elnöke. Innentől folyamatos szervezője a városrész kulturális életének. Szívügye a közösségépítés, mégpedig oly módon, hogy egy-egy programot mindig összekapcsol a múltal, régi korok ismerőit bátran hívja teázni, beszélgetni, hogy élet célját elérhesse. Megismertetni a mával a múltat, továbbadni elődeink értékes örökségét, együvé kovácsolni a falu lakosságát, a közösen megélt múlt életben tartásával. Áment Márton első könyve a világháborúk bakongyepesi krónikája címmel jelent meg, egyszerűen azzal a szándékkal, hogy ne menjen veszendőbe, felejtésbe a falu több lelkes, szent áldozata. A könyv mellett Áment Mártonnak nagy szerepe volt abban is, hogy bakongyepesen egy háborús emlékmű is emlékezzen a világ égés helyi mártériaira. Minősített óvoda címet nyert az Ajkai Hétszínvirág óvoda, Veszprém megye egyetlen Montessori pedagógiát is alkalmazó óvodája. A minősítést a Magyarországi Montessori Egyesület ítélte az intézménynek. A Hétszínvirág óvodában az 1997-98-as nevelési évben indították az első ilyen csoportot rengeteg szülői segítséggel, majd négy csoportig bővítették fel. Az óvodában jelenleg két vegyes összetételű, 24 illetve 27 fős gyermeklétszámú Montessori csoport működik, a harangvirág és a búzavirág. Ovoda pedagógusaik Mitli Éva, Hakné Berta Ildikó, Caháné Dózsa Melinda és Horváth Zsuzsanna. Az óvoda gyakorlati életre felkészítő eszközök című jó gyakorlata az iskolatáska.hu honlapon érhető el az interneten. Az óvodapedagógusok a Montessori műhely című szakmai folyóiratban is publikálnak. A Montessori pedagógia az 1870-ben született orvospedagógus Mária Montessori nevéhez fűződik, aki a módszert először sérült gyermekeken próbálta ki, majd rájött, hogy egészséges gyermekek esetében is nagy fejlesztő hatása van. A módszert a század elején kezdték el alkalmazni, jelszava, segíts nekem, hogy magam csinálhassam. A sportterületén is elkezdődött az élet az idei évben. Január első hétvégén tartották a hagyományos újévi sakkversenyt a szabadidőközpontban. A tornát 2014-ben hetedik alkalommal rendezték meg több mint 110 indulóval. A sakkozók két csoportban indultak el. A felnőttek közt, akik a szabadidőközpont aulájában versenyeztek, 16 csapat próbálta elhódítani az újévi kupát. Az A csoportban, ahol a gyermekek sakkoztak, 47-en indultak el a táblák mellől a győzelemért. A kétnapos tornán csak délelőtt rendeztek versenyeket, ami elsősorban az óvodásoknak kedvezett. A sakkozók hét fordulóban a rapid verseny különleges szabályai alapján 230 30 perc alatt nyerhették meg mérkőzéseiket. A két ajkai csapat közül a bányász első csapata a negyedik, míg a második az ötödik helyen zárta a MAL újévisak versenyét. Az ajkaiak közül Paksa Rudolf lett a táblagyőztese, míg Ludvai Zsolt, aki az asse versenyzője lett, a legjobb nem díjas ajkai versenyző. A fiatal tehetség Gál Zsóka, aki óvodáskorú országos bajnok, maga mögé utasította versenytársait és megnyerte korcsoportjában a tornát. A díjakat dr. Bakonyi Árpád tulajdonos adta át a győzteseknek. Várhatóan 2015-ben is megrendezik a 8. Malkupát. Az újévi sakversenyről szerdai sportmagazinunkban az esti 7 órás híradó után számolunk be részletesen. A választópolgárok az idei országgyűlési választások előtt megtilthatják, hogy a különböző pártok, jelöltek, jelölő szervezetek személyes kampányüzenetekkel keressék meg őket. Január 1 után postázzák ki valamennyi magyarországi háztartásba azokat a nyomtatványokat, amelyeken a választók megtilthatják a személyes adataik kampány célú kiadását, közölte a Nemzeti Választási Iroda vezetője. Pál Filona elmondta, a 2014-es parlamenti választás egyik újdonsága, hogy a választási eljárásról szóló törvény értelmében minden polgár jogosult korlátozni a róla nyilvántartott adatok kiadását, a személyiségi jogok védelmének biztosítékaként a személyes adataival való önrendelkezési jogának érvényesítése keretében. A választásokon a jelölteknek és jelölő szervezeteknek lehetőségük van arra, hogy kikérjék a névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímadatait, annak érdekében, hogy személyre szóló kampányüzenetekkel keressék meg a választókat. A polgárok személyes adatai és lakcímei ugyanakkor nem csak kampánycélokra, hanem közvetlen üzletszerzésre, úgynevezett direkt marketingre, piackutatásra, tudományos kutatásra, illetve közvéleménykutatás céljára is kikérhetők. De a most kiküldendő nyomtatványon ezt meg is tilthatja bárki. Ugyanezen a nyomtatványon lehet nyilatkozni arról is, ha valaki nemzetiségi választópolgárként kéri magát nyilvántartásba vetetni, és arról is, ha valaki fogyatékossággal élőként segítséget kér választójoga gyakorlásához. Csökkent a nyilvántartott munkanélküliek száma Veszprém megyében, adta hírül a Magyar Távirati Iroda novemberi adatokra hivatkozva. Veszprém megyében novemberben 13.569 álláskeresőt tartott nyilván a Veszprém megyei kormányhivatal munkaügyi központja. 1054-jel kevesebbet, mint októberben, az egy évvel ezelőttihez képest pedig 2167-tel csökkent az álláskeresők száma, közölte a Veszprém megyei kormányhivatal az MTI-vel. Novemberben a megye gazdaságilag aktív népességének 8,4%-a volt nyilvántartott álláskereső. A megyén belül Veszprém foglalkoztatási körzetének munkaerőpiaci pozíciója a legjobb, míg Sümegi a legkedvezőtlenebb, áll a hivatal közleményében. Novemberben 4056 álláshelyet jelentettek be a megye foglalkoztatási körzeteiben, az új munkahelyek közül 3418 támogatás útján, 638 pedig támogatás nélkül volt betölthető. Ugyanakkor az Együtt PM szerint nem lehet sikernek nevezni a 4 millió foglalkoztatottról szóló országos adatot. Sering Gábor független országgyűlési képviselő, a szövetség politikusa az MTI-hez eljuttatott közleményében úgy fogalmazott, a munkanélküli ellátások helyett a közmunkára irányított források célja, hogy kozmetikázzák a katasztrofális foglalkoztatási statisztikákat, ennek ára pedig a nyomor növekedése. Szerinte azzal, hogy a kormány három hónapra csökkentette a munkanélküli ellátás maximális idejét, gyakorlatilag megszüntette a munkavállalók szociális védelmét. A munkanélküliek valódi ellátás helyett a munkapiacra visszajutást nem segítő közmunkát végezhetnek időszakosan, gyakran csak részmunkaidőben, még ébérnek sem nevezhető fizetésért írt a Sering Gábor, aki szerint mindennek fő célja – hogy a közmunka által javuló foglalkoztatási számokat a kormány időről időre sikerként kommunikálhassa. Mai híradónk végén megköszönöm figyelmüket. Friss híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Legközelebb híradóval szerdán este 7 órakor várjuk Önöket. Most pedig tekintsék meg időjárás jelentésünket. Viszontlátásra! kedden is enyhe időre számíthatunk. Legfeljebb az északi tájakon fordulhat elő szitálás, gyenge eső. Többfelé képződhet reggelre pára, köd. Gyenge mérsékelt légmozgás mellett ezen a napon is mérhetünk 10 fok feletti hőmérsékleteket délután. Szerdán és csütörtökön is marad az évszakhoz képest enyhe idő. Változóan felhős időre számíthatunk, főként a hajnali reggeli órákban pedig többfelé párás, ködös lesz a levegő. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad.